Tandíj, albérlet, kollégium, szórakozás. Ezeket a kiadásokat a felsőoktatásban tanulók sok esetben diákhitelből tudják finanszírozni. Az intézmények kínálatai közül minden önköltséges alapképzés tandíja 100 000 forint per fél év fölött van, de a lakhatás is több 10 000 forintba kerülhet. A Diákhitel Központ 2001-es működése óta már 380 000 fiatal választotta ezt a hitel lehetőséget, és közel 140 000 főnek sikerült már ezt visszafizetni. A központ nem fizetés miatt mindössze a diákok 2%-ával bontott szerződést. Kétfajta konstrukciót igényelhetnek a hallgatók, a szabad felhasználású diákhitel 1-et és a kötött felhasználású diákhitel 2-t. Előbbit a tanulók még erre a fél évre is felvehetik a jövő hét elejéig. Május 15-éig, azaz jövő hét hétfőig kérhetik az egyetemisták és a főiskolások a diákhitelüket, amennyiben még nem igényeltek, és úgy ítélik meg, hogy az idei tanévre még szükség lenne a szabad felhasználású diákhitel nyújtotta segítségre. Több száz azoknak a hallgatóknak az aránya, akik a tanév végéhez közeledve döntenek úgy, hogy szükségük lenne még diákhitelre, hiszen érdemes a nyári kiadásokat is górcső alá venni. A diákhitel egyet saját célra szabadon felhasználhatják a felsőoktatásban tanulók. Ebben az esetben az igényelt összeg maximum havi 50 000 forint lehet. Ennek kamata az indulás óta most a legalacsonyabb, mindössze 3,35%. A diákhitel 2 ettől kötöttebb, csak önköltséges hallgatók igényelhetik. Itt a diákok nem kapják meg az igényelt összeget, hanem a Diákhitel Központ egyből az intézmény számlájára küldi. Itt a kamat fix 2%. Ez azért is népszerű a diákok között, mert akár az 1 millió 350 ezer forintos orvosi képzés tandíját is hitelezi a központ. Mindkét konstrukció esetében kitétel, hogy 40 év alatti legyen a hallgató. Itt a Nyíregyházi Egyetemen ebben a fél évben mintegy 600 hallgató vett igénybe pénzügyi segítséget. Közülük 430-an a Diákhitel 1 konstrukciót, 170-en pedig a Diákhitel 2-t választották. A diákok mindig hajlamosak az utolsó pillanatokra hagyni ezeket a fontos teendőket, így még május 15-éig megtehetik akár a diákhitel szerződés kötést is, és valószínűleg még lesz még egy pár hallgatónk, aki igénybe fogja venni a szerződést. Azok a hallgatók, akik most adják le igénylésüket, várhatóan június 15-én kapják meg a hitelüket. A Nyíregyházi Egyetemen még 20-30 főre számítanak hétfőig. Akik most lemaradnak, legközelebb már csak 2017. szeptemberében juthatnak diákhitelhez.